és nem csak a hazai gazdák, de a felsőoktatásban tanuló hallgatók is segítséget kapnak itthon. Május 1-től ugyanis elérhető a kamatmentes szabad felhasználású diákhitel plusz. Augusztus 15-től pedig több mint a duplájára emeli a kormány a diákhitel egy havi összegét. A Diákhitel Központ vezérigazgatóját kérdezi most Barna a részletekről. Ismét tiéd a szó. Köszönöm szépen, így van. Skype kapcsolatban itt van vezérigazgató úr. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Menjünk bele, ha megengedi a részletekbe. Új termékről van szó, de nyilván itt minden mindennel összefügg, ha csak majd a nyelvtanulási hitelre gondolok, de szépen menjünk rajta végig. Mennyiben új, ki, mikor juthat hozzá a Diákhitel pluszhoz, és mire lehet felhasználni? Nyilván tudjuk, hogy szabad felhasználású. Igen, új termékről van szó, de ha megengedi egy mondatot előtte, a diákokat nyilvánvalóan nagyon nehéz helyzetbe hozta a jelenlegi koronavírus okozta gazdasági visszaesés, hiszen 25%-a nappali tagozatos hallgatóknak dolgozott valamilyen diákmunkában, és a nagy cégek elsősorban először a diákmunkát és a gyakornoki munkákat építik le. Tehát elképzelhető, hogy azok a diákok, akik jelenleg lakbért fizetnek, vagy más egyéb megélhetési költséget milyen nehéz helyzetbe kerültek. Ezt ismerte fel a kormány, és múlt hét csütörtökön ezért döntött úgy, hogy május 1-től bevezetjük ezt a Diákhitel pluszt a Diákhitel intézetnél, tehát május 1-től lehet ezt igényelni. A felsőoktatási hallgatók 500 000 forint maximum összegig vehetik fel ezt a teljesen kamatmentes, teljesen szabad felhasználású hitelt, december 31-ig lehet majd igényelni. És az információs és technológiai miniszter rövidesen megállapodásokat fog kötni felnőtt képző intézetekkel, és a felnőtt képzés bizonyos területeire is kiterjesztjük ezt a lehetőséget, ott 1 200 000 forint lesz ez a teljesen szabad felhasználású kamatmentes hitel, ami a kérdésére válaszol még egyszer egy új termék, az eddigi nyelvtanulási diákhitel helyén vezetjük egyébként be, amely pedig május 1-től kivezetésre kerül, tekintettel a kormány által bejelentett nyelvvizsga moratóriumra. Nyilván akkor, aki meg fölvette idáig, most a nyelvvizsga támogatásra gondolok hitelre, annak 1,99%-os kamata volt, ilyen formán ez kvázi kamatmentessé válik. Így van, ez is egy könnyítés a diákok felé, több mint 1000 hallgató vette eddig föl, vagy 1000 volt hallgató vette föl a nyelvtanulási diákhitelt, és május 1-től ők is kamatmentesen törleszthetik ezt. Ami nagyon fontos, hogy ezt az új Diákhitel pluszt 18 és 55 év között lehet fölvenni, tehát magasabb a maximum korhatár, mint a diákhitelek 45 éves korhatára. Egy éves türelmi idő lesz a felvétel után, és 1 és 5 év közötti időben lehet törleszteni, ezt a felvevő fogja eldönteni, hogy 1 és 5 év között milyen hosszú időtávban tudja ezt, vagy akarja ezt törleszteni. Ami nagyon fontos és sokaknak hívó szó lehet, hogy a diákhitelekre alkalmazott családtámogatási kedvezmények itt is érvényesek lesznek. Tehát abban a családban, ahol megszületik a második gyermek május 1 után, ott az édesanyja felvett diákhitel pluszának a felét elengedjük, ahol megszületik később a harmadik gyermek, ott pedig a teljes diákhitel plusz összegét, tehát felsőoktatásban maximum 500 000 forintot, az adott felnőtt képzésekben pedig maximum 1 200 000 forintot is elengedünk. Vezérigazgató úr, hogyan módosul a diákhitel egy programban felvehető havi összeg nagysága? Köszönöm a kérdést, ez is egy nagyon fontos változás. Augusztus 15-től a kormány felemeli az eddigi maximum 70 000 forintról, havi 70 000 forintról, több mint a duplájára 150 000 forintra a felvehető diákhitel egy szintén szabad felhasználású 1,99%-os kamatozású diákhitelnek az összegét. Ez azt jelenti, hogy egy fél évben 750 000, egy tanévben 1,5 millió forintot is igényelhetnek a több 100 000 felsőoktatási hallgató, akik jelenleg havi 70 000 forintot igényeltek. Ez is egy régi igény egyébként a hallgatóknak, a hallgatói önkormányzatok országos konferencia is kérte ezt a Diákhitel Központtól és a kormánytól, hogy ezt az összeget emeljük fel a megnövekedett lakhatási és egyéb költségek miatt, úgyhogy ez is meghallgatásra talált. És ha szabad még mondanom, több fontos döntést is hozott ezen kívül a kormány, szintén a koronavírus járvány okozta nehéz helyzet miatt. A hallgatók visszamenőleg az előző fél évre is igényelhetik a szabad felhasználású diákhitel egyet, ezzel megteremtette a lehetőséget annak a kormány, hogy újabb 350 000 forint szabad felhasználású forráshoz jussanak a nehéz helyzetbe került diákok, valamint szintén a diákok igényével találkozva meghosszabbította mind a diákhitel 1, mind a diákhitel 2 igénylési határidejét, egyébként június 15-ig első fél évre és december 31-ig második fél évre, valamint azt is lehetővé tette, hogy az eddigiektől eltérően egészen június 15-ig és december 31-ig megemeljék a diákok az igénylésüknek az összegét. Tehát aki eddig mondjuk havi 20-30 000 forintot igényelt, de elvesztette a munkáját, vagy a családja került nehéz helyzetbe, az megemelheti ezt az összeget jelenleg havi 70 000 forintra, augusztus 15-től akár havi 150 000 forintra is.
Ezek az intézkedések mind-mind arra mutatnak, és azt célozzák, hogy ne növekedjen a hallgatói lemorzsolódás, tehát ne kelljen otthagyni hallgatóknak egyébként a felsőoktatást anyagi pénzügyi okok miatt. Akkor arra is számít a Diákhitelközpont, legalábbis most itt a beszélgetésünk kapcsán bizonyára így van, hogy olyanok is felveszik a hitelt a megváltozott körülmények között, akik korábban nem számoltak ezzel, de most rá vannak kényszerítve. Sajnos igen, én azt gondolom, hogy a Diákhitelközpontnak sosem volt olyan fontos szerepe, mint ezekben a hetekben, hónapokban lesz. Ezt március 15-től folyamatosan érzékeljük a megnövekedett igényeket. Meghosszabbítottuk egyébként már egyszer ideiglenesen saját hatáskörben március 15-ről 27-re a diákhiteleknek az igénylési határidejét. Több százan igényelték ebben a két hétben egyébként a diákhitelt teljesen szokatlan módon. És én azt gondolom, hogy a diákhitelnek eddig is az volt a szerepe, hogy a Kárpát-medencében ne legyen olyan magyar diák, aki anyagi pénzügyi okokból nem tud felsőoktatásban tanulni. Talán soha nem volt annyira fontos szerepünk, és ennek igyekszünk egyébként minden döntésünkkel, az igények gyors elbírálásával megfelelni, segíteni a hallgatókat és a családjaikat. Ha valaki a részletekre kíváncsi, mert nagyon sok információt beszéltünk most át, az a Diákhitelközpont honlapján mindenhol választ talál minden kérdésére. Igyekszünk minden kérdésre válaszolni, valamint a telefonos és online ügyfélszolgálatunk folyamatosan üzemel. A kollégáim több száz hívást és megkeresést válaszolnak meg naponta. Nyilván, ahogy említettem, a felnőtt képzési hitel, ez egy fontos újdonság a Diákhitelközpont életében. Sokan érdeklődnek ez iránt. Meg kell várnunk az információs és technológiai miniszternek a döntését, illetve azokat a szerződéseket, megállapodásokat, amelyeket a felnőtt képző intézetekkel megköt. Onnan fogjuk tudni pontosan, hogy melyek azok a felnőtt képzések, amelyekre alkalmazható lesz ez az új Diákhitel Plusz. De az biztos, hogy a felsőoktatási hallgatók részére már május 1 tudjuk folyósítani ezeket az összeget. Vezérigazgató úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.